Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Folkest Leskovszki hangszergyűjtemény esküvő kiállítás, címszavakban ez mai adásunk. Tartsanak velünk ma is! Az elmúlt esztendő végén rendezett első halasi folkest hihetetlen sikert hozott, így természetes volt a folytatás. A második tematikus esten Csordás Katalin népi iparművész, a szabadkai juhászzenekar, Brasnyó Antal Brácsa művész, daltanítás és táncház várta az érdeklődőket. Természetesen ezúttal is zsúfolásig megtelt a közösségek háza. Csordás Katalin viseletkészítő, népi iparművész nagyon gazdag, színpompás és különleges színvonalat képviselő egyedi tárlata fogadta a közönséget a második halasi folk esten. Az ezúttal is zsúfolt házat vonzó zenés táncos esten a szabadkai juhász zenekar volt a főszereplő. Kétezer óta működik a mi együttesünk, tehát a kezdetektől nem egészen ebben a felállásban, ezzel a bandával körülbelül hát egy 8-10 éve muzsikálunk együtt, eddig 5 lemezünk jelent meg, elsősorban eredeti, autentikus magyar népzenét játszunk, azt nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezt a műfajt képviseljük, és nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy a saját tájegységünk, tehát ennek a vajdasági vagy délvidéki zenének a népszerűsítésével is foglalkozzunk. Vonós hangszereken játszunk, tamburákon játszunk, de megjelenik a klarinét is, a szaxofon is, a harmonika is a zenénkbe. Igazából attól függően, hogy az adott tájegységen milyen hangszerek a jellemzőek. És hát igyekszünk mindent úgy muzsikálni, ahogy azt a régiek játszották, persze azzal a lendülettel, azzal a hívvel és azzal a hangszársvilággal, ami a 21. század emberét megmozgatja. Tehát igyekszünk egy dinamikus, egy jókedvű, egy inspiráló zenét játszani, és úgy gondolom, hogy ezt a fajta zenét, ezt még a magyar népzenéből is ki lehet hozni nagyon ügyesen. A juhász zenekarral állt színpadra a szintén délvidéki Brasnyó Antal Brácsa művész is, aki rendszeresen együtt muzsikál a világhírű Lajkó Félix-szel. Új nótákat hoztam, amit a vajdasági nagy zenekarra megcsináltunk január 16-án az Őseink Zenéje című műsorra. Csak hát most adunk elő egy pár számot közösen majd. Az a különbség, hogy nem 14-en, hanem össze-vissza, nem is tudom mennyien, 6-an vagy 7-en. Azt szeretném átadni a nézők számára azt, amit valójában valahol belül érzek, és azt kimuzsikálni valahogy magamból, az volna a cél, azt megcsinálni. Az egyik Brácsa az egyszerű klasszikus Brácsa, a másik meg egy úgynevezett saját találmány, mert hogy úgy van főszerelve rá a 4 húr. Úgyhogy ezeken a Brácsákon fogok majd zenélni ma este. Az egyik az inkább ilyen kíséretre van megcsinálva, a másik meg szólóra. Úgyhogy az egyik ilyen kísérek majd inkább, a másikon meg majd szólózok. Felléptem én itt valamikor nagyon régen, mondjuk egy 10 éve vagy még több. Ha van jelentősége, sőt, elég nagy jelentősége van számomra, mert épp az előbb találkoztam az unokatestvéremmel, aki viszont itt él. És azt évek óta beszéltük, hogy mikor találkozunk, hát most itt az alkalom. A halasi folkest híre messzire elhallatszott, így természetesen a Kiskunfélegyházi Patkaporos Táncegyüttes tagjai is itt voltak, 10-valahányan. Félegyházán, tudnélik, már 4 éve
Több csoportban dolgozunk, tehát több csoportban dolgozik a néptánc együttes, és sikerült olyan lelkes tagokat toborozni, amelyek, hát mondhatom úgy, hogy a néptánc a szerves része lett az életüknek, és minden ilyen alkalmat, mint ami most Halason van, néptánc est, vagy népi koncertek, tehát minden időnket arra szánjuk ilyenkor, hogy meg tudjunk jelenni, így képviselni a csoportunkat is, és városunkat is. Maga a megmozdulásról, vagy tehát maga az estékről, a folk estékről az a véleményem, hogy gondolom, hogy egyetlen a régióban az e fajta est, és nagyon jó ötletnek tartom, hiszen a néptáncosok, ugye amikor néptáncosokról beszélünk, általában mindig a táncra, kimondottan a táncra gondolunk, viszont a népzenét így egy kicsit háttérbe szorítjuk. Ez a megmozdulás viszont több teret ad a népi zenekaroknak, és erről az oldalról hasznosnak is, úgymond hasznosnak is találom a megmozdulást. Az ismét teltházas folkest végén táncház kínálta magát hajnalig. A világszerte ismert és elismert Amadinda ütős együttes koncertezett városunkban az idei első filharmóniai sorozat keretében. A több mint 3 évtizede alakult együttes eddig 4 kontinensen, 30-nál is több országban lépett színpadra. A 4 tagú Amadinda egy különleges, a világon is egyedülálló hangzásvilágot képvisel, ebből láthattak és hallhattak egy 45 perces ízelítőt a halasi diákok. Tartalmas, színvonalas rendezvénysorozattal ünnepelte 20. születésnapját a Szivárvány Bábszínházi Alapítvány. Fejes Józsefné Erzsike irányításával fotó- és bábkiállítás, valamint több előadás is segített feleleveníteni az elmúlt 2 évtized történéseit. A projekt záron Fülöp Róbert városunk polgármestere mondott köszöntőt, majd Perneki név Valentin Ildikó bábszakértő méltatta a halasi csoport eddigi tevékenységét. Az est fő programja a Halasi Csipke című bábos bemutató volt, amely igazán reprezentálta a Szivárvány bábcsoport egyedi stílusát. A fináléban az ünnepi születésnapos torta is asztalra került. A gyertyák fénye már előre vetítette a következő évek terveit is. Zenével és tánccal folytatjuk tovább beszélgetés formájában. A Virágzó Tehetségek Művészeti Egyesületről tudhatnak most meg többet. Bakócai Ildikótól és Kollár Károlytól szeretettel köszöntelek a stúdióban benneteket. Jó estét kívánok! Üdvözlünk mindenkit! Mikor és kinek az ötlete alapján alakult meg az Egyesület, Ildikó? Az Egyesület létrehozásának gondolata pont 1 éve született meg, és legjobb barátnőmmel, Kéri Robinéval kezdtük el ezt az egyesületi témát, és 2015. decemberében lettünk hivatalosan bejegyezve, mint Virágzó Tehetségművészeti Egyesület. Károly, te több évtizede már zenész. Hogyan kerültél kapcsolatba ezzel az egyesülettel? Hát az egyik jó barátom által, Szűcs Csaba által, ő segített összejönni. Ő vezette össze minket. És, hogy is mondjam, önélkül nem jött volna létre ez az ötvözet a tánccsoport és a zenekar között, hiszen rengeteget segített. Összehozott minket, és onnantól kezdve kezdtünk összedolgozni. Lehetővé tette nekünk a közösségi házba való gyakorlást. Sokat-sokat dolgoztunk, nagyon-nagyon sokat gyakoroltunk, mire ide jutottunk. És itt mondok neki köszönetet a munkájáért, a segítségét. Kicsit több részletet is tudjunk akkor az Egyesületről. Mi a célja és a feladata
ennek az egyesületnek? Az egyesület feladata egy olyan művészeti alkotóműhely létrehozása, ahol a fiatalok kulturális szabadidős tevékenységet folytathatnak. És természetesen a célja az is, hogy megismertessük és népszerűsítsük a cigány kultúrát színház, tánc, zene produkciók által. Kár, hogy te mint zenekarvezető vagy ebben az egyesületben résztvevőként. Tulajdonképpen milyen zenéket játszotok, hogyan választjátok ezeket az alkotásokhoz? Kimondottan cigán folklor dalokat, én írom a dalokat, én szerkesztem, hangszerelem, és így adjuk elő, megtanuljuk. Szinte családtagból áll az egész zenekar. Családtag. Ezen a szombaton lesz gála is, erről is halljunk egy picit, hogyha lehet majd. A szombati fesztivál. A megtartott gáláról természetesen. Igen, ez a Bács-Kiskun megye által szervezett hagyományőrző fesztivál, ahol nagy örömünkre első helyezést értünk el, nem csak a tánccsoport, hanem a zenekar is. Tehát ez dupla öröm volt számunkra. Akkor azt mondható azt, hogy ilyen rövid idő alatt azért ez nagyon komoly visszajelzés számotokra, hogy ezt a munkát érdemes tenni és folytatni, de nem csak ilyen eredmény született, Károly, te is kaptál valamilyen díjat. Igen. Azt mondom, hogy büszke lehetsz nagyon. Igen, köszönöm a kérdést. Hát én személyesen kaptam a legjobb zenész díjat, meg egy oklevelet, serleget, meg egy oklevelet. Én nekem nagy öröm számomra, hogy ezt megkaptam. A második legnagyobb öröm. Ehhez gratulálunk ezúton is. Ildikó, jelenleg hány gyerekkel, hány résztvevővel foglalkoztok, és mi az, amit készítetek, milyen alkotásra, mire készültök most? A fesztiválon is, ahol részt vettünk, 20 fiatal gyerek és fiatal volt. Most jelenleg 20 fővel dolgozunk, és természetesen plusz a zenekar. Hát nem kis munka. Korosztályát tekintve pedig 5-től 24 éves korig megtalálhatók a csoport tagjai. Milyen érzés velük együtt dolgozni, így hogyan lehet összehozni ezt a csapatot, hiszen ez azért nagyon különböző korosztály, tehát biztos nem egyszerű feladat. Igen, különböző korosztály, de család, tehát a többsége családtag, tehát azért elég jó kapcsolatban vagyunk egymással, úgyhogy talán ez a része így könnyebb, hogy családon belül tudunk mozogni velük. Az a fellépés, ami ezen a fesztiválon volt, ennek a műsora zeneileg és táncilag hogyan állt össze, Károly? Hogyan kellett ezt kialakítani? Hát az az igazság, hogy sok-sok gyakorlás, említettem a gyakorlásokat, összedolgoztunk. Volt természetesen kis problémák, hát megoldottuk. Tehát ugyanúgy régebben, annak idején, most is ugyanúgy könnyen megoldottuk a dolgot. Számodra mit jelent fiatalokkal dolgozni? Mennyire fontos az, hogy tovább vigyék a hagyományt? Hát nekem eszembe jut a régi zenélés, ami 1992 óta csináltam, és egy darabig abban maradt, nem tudom mi oknál fogva. Én nekem szinte az életet jelenti a zenélés, tehát a zene. A csapatom, hát az, hogy is mondjam, most a profik vannak. Mik a távolabbi terveitek, hiszen hogyha ilyen nagy visszajelzések, pozitív visszajelzések érkeztek, gondolom vannak olyan tervek, amikkel tovább szeretnétek folytatni a munkát? Hát természetesen. Amilyen felkérést kapunk, akkor megpróbálunk eleget tenni. Táncos részével is, a zenekar részével is, viszont mi színházzal is foglalkozunk, és készülőben van egy új mesénk. Lehet, hogy már hallottak, vagy látták is előző színdarabunkat, amit a születi napokon már előadtunk. Úgyhogy ezen a vonalon is próbálkozunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és elfogadtátok a meghívásunkat, az eredményekhez gratulálunk, és Károly, természetesen téged még hallunk majd zenélni a műsor végén, úgyhogy nagyon menj majd el. Köszönöm. Itt van tőlünk nem messze Kecskeméten az Európa hírű Leskovszki hangszergyűjtemény. A több ezer különleges hangszer a közelmúltban került új épületbe, a híres város centrumában. Ezúttal azonban sehova sem kellett utazni a halasiaknak, mert Szilágyi Áron, az egyedi gyűjtemény vezetője helybe hozott néhány unikális darabot, sőt, meg is szólaltatta azokat.
Megnyalogatod a szálcélét, így, és ezt kell csinálni. Oké. Okay. De előtte ráteszed a szádat a hangszerre. Ne, jó volt, jó volt. Próbáljuk meg még egyszer. Én tudom, hogy mi a probléma. Először be kell melegíteni, hangszer nélkül. Igen, ezt kell. Még egyszer. És most ráteszed a szádat, és megküldöd. És egy utolsó próbálkozás, mert ez nagyon jó volt. Most már érzem benned a tehetséget, a lendületet. Nagyon jó, egy hatalmas tapsot Zsuzsinak! Szilágyi Áron, a híres Leszkovszki hangszergyűjtemény vezetője, Ausztrália ősi hangszer szimbólumát, a didgeridút mutatja be a halasi közönségnek. Az észak-ausztrál őslakosok fúvós hangszerét egy Melbourne-ben élő, magyar származású cserediák, Barta Boglárka próbálta sikeresen működésbe hozni. Az Európa hírű gyűjteményben azonban több ezer különleges hangszer található. A Leszkovszki hangszergyűjtemény Magyarország egyetlen nyilvános és látogatható hangszergyűjteménye, de Közép-Európában is jelentős kollekcióval rendelkezik, több mint 2000 hangszer van nálunk, de nem csak emiatt különleges, hanem azért, mert a hozzánk betérő látogatók kipróbálhatják ezeket a hangszereket, megérinthetik, megfoghatják, belefújhatnak, megüthetik ezeket a dolgokat, és ebből a kollekcióból hoztam ma este is Kiskunhalasra egy néhány érdekesebb darabot. Azért egyediek és azért különlegesek ezek a darabok, mert ezek között több olyan van, amiből nincsen több Magyarországon. Más kultúráknak a hangszerei, ősi hangszerek, valamint olyan egyedi hangszerek, amik tényleg egyedülállóak. Lesz ausztrál ősi hangszer, azaz a didgeridoo, de lesz egészen modern, teljesen új svájci hangszer, amit úgy hívnak, hogy hang, de nem magyarul hívják így, hanem rétoromán nyelven, valamint egy-két különleges hangkeltő eszközt is be fogok mutatni. Olyan hangszereket szerettem volna hozni, amikről tudom, hogy mindenkiben megpendítenek egy olyan húrt, egy olyan érzést keltenek mindenkiben, amivel még nem találkozott. Olyan hangokat szeretnék bemutatni, amik mindenkiben jó érzést generálnak, és lehet, hogy ismeretlenül fognak hangzani. Én úgy gondolom, hogy a zene közelebb hozza az embereket, és a zene a kultúrának egy olyan mindent átszövő szövete és teste, ami az emberiséggel egyidős, és kifejezetten olyan hangokat szeretnék megmutatni, amik a legősibb hangokat szólaltatják meg, amiket akár hallhatott az ősember is. Minden korábbinál érdekesebb, tartalmasabb és nem utolsó sorban színvonalasabb esküvő kiállítás helyszíne volt a Bibó István Gimnázium. A tematikus tárlat teljes skáláját bemutatta az esküvő közlakodalmakhoz kapcsolódó szolgáltatásoknak. A nap folyamán három ruha bemutató is teltházat vonzott a gimnázium aulájába. Retek Tímea több mint egyhetes munkájának eredménye egy rekorder emeletes grillástorta fogadta a látogatókat a bejárat mellett az esküvő kiállításon. Ezután következhetett a több órás séta ahhoz, hogy valamennyi standot, kiállítót, szolgáltatót végiglátogathasson a ráérős vendég. Ruhaszalonok, kozmetikusok, fotósok, utazási irodák, főfélyek, ceremóniamesterek fogadták az ötleteket keresőket reggeltől estig. Természetesen városunk kézműves büszkesége is tiszteletét tette a tematikus tárlaton. Vannak speciális termékeink, amik kiválóan alkalmasak a esküvőre, akár használatként, tehát a menyasszonynak kitűzővirág, fejdíz, illetve a vőlegénynek díszsebkendő, és a nászajándéknak is vannak speciális esküvői csipkéink, ahol a gyűrű, a szív, a madár jelenik meg, ami kimondottan nászajándéknak is megfelelő. De emellett azért hoztunk másféle termékeinket, a vezértermékünket, a táncolófiú, táncolólányt is elhoztuk, és sok szép egyéb csipkéinket.
csipkét. Nagyon szeretnénk a láncokat és a medálokat továbbfejleszteni. Van a gondolat már és elképzelés újfajta medáloknak a kialakítására, illetve megkerestek már bennünket ezügybe. Mindenképpen szeretnénk a medálokban a választékot bővíteni, mert úgy látjuk, hogy ez a fiataloknak, idősebbnek, középkorosztálynak is megfelelő, viselhető, használható. Tehát ebben szeretnénk a választékot növelni. A jó hangulatú lakodalmak természetes velejárója a tánc, az ének, a mulatozás. Mostanában egyre több helyen DJ gondoskodik a jókedvről. Mindenképpen egy nagy fölkészülést igényel, és hát egyeztetünk, van ilyen, hogy tiltólista, van ilyen, hogy szeretnének, hogy milyen zenét játszok, ha éppen én hangosítom mondjuk a magát a szertartást, akkor arra is külön milyen megfelelő zenék vannak, például mondjuk a bevonulásra, akkor hogy szóljon zene a ceremónia alatt, vagy sem, a homoköntés, vagy gyertyagyújtás, vagy egyéb ilyen buborékfújás, nagyon sokféle érdekesség van, és mindig egyeztetjük a párral, és akkor ahogy amit a pár kér, az szerint csináljuk meg. Tehát mindig föl kell készülni minden lakodalomra. Legalább egy lakodalom vagy két lakodalomnyi idő rámegy egy ilyen lakodalomra. Tehát ez nem olyan, hogy csak spontán csináljuk. Ez már ezt kívánja a szakma. Mindenki a legjobb formáját szeretné mutatni a nagy napon. Ebben a fodrászok is sokat segíthetnek. Mindig próbafrizurával szoktunk kezdeni, tehát megtűzök egy nagyjából kinézett frizurát, és hogyha tehát nem tetszik a kedves vendégnek, akkor tehát újból megpróbáljuk, vagy akkor, vagy egy későbbi alkalommal. Tehát az esküvőre nagyon szoktak készülni, tehát rengeteg próbafrizurát szoktunk készíteni, és hát igazából utána a legvégén, tehát az élesben készült frizurára kell nagyon jobban odafigyelni. Én szívem szerint az extrémebbeket szeretem, amiben van kihívás. Tehát megpróbáljuk mindenből a lehető legjobbat kihozni. Például egy oldalra tűzött és egy felhabosított haj. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon apró göndörhaj, ami fel van teljesen tupírozva és finoman ki van bontva. A terítés, a dekoráció, a színek kombinációja nagyon ünnepélyessé teheti az egész ceremóniát. Mi most a baraszvirág színnel készültünk, mert 2016-ban ez az egyik szín a trendi, és ehhez ezüst kiegészítőket hoztunk, mert szerintünk ez nagyon jól illik hozzá. 2016-ban a kék szín lesz, ez a pasztelkék szín, illetve a baratszín, valamint a halvány rózsaszín lesznek a trendi színek, és itt Kiskunhalason is szeretik ezeket használni, kérik is gyakran ezeket a trend színeket. A mi munkánk főleg a részletekben rejlik, hogy a legapróbb részletekig megtervezzük az esküvőt, attól lesz igazán egyedi. Kiegészítőkben idén talán ez a csillogós lesz ide a trendi, úgyhogy mi is most ezeket próbáljuk itt bemutatni, hogy minél csillogósabb, minél elegánsabb hatást érjünk el. Persze, rengeteget számít a díszítés, a terítés, a frizura, a zene és a helyszín. De mennyasszony nélkül mit sem ér az egész. Február 13-án és 14-én, szombaton és vasárnap az óriási érdeklődésre való tekintettel ismét látható lesz városunkban a Padlás című félig mese, félig musical. A Kaméleon Társulat előadása a Közösségek Házában lesz mindkét napon 15 és 19 órakor. A darabot rendezte Anda Péter. Előzetes helyfoglalás és bővebb információ a Közösségek Házában. Február 19-én pénteken 19 órától a már jól bejáratott Nosztalgia Klubest várja az érdeklődőket. A rendezvénynek ezúttal is a Közösségek Háza ad otthont. A programajánlóhoz kapcsolódunk a következő beszélgetéssel. A tavaszi színházi bérletsorozat előadásairól fogunk most beszélgetni Király Gáborra. Szeretettel köszöntelek a stúdióban. Szervusz, üdvözlöm a nézőket! Legerőször is kezdjük egy változással. Mi az, ami leginkább megváltozott, melyik az a dátum, ami más lett és más szereplővel?
Igen, hát sajnos Rékasi Károlynak hirtelen gyors betegsége miatt, ugye gerinc műtéten esett át épp a napokban, egy új darabot kellett hozni, mert ugye így nem tudott vállalni egész tavasszal előadást, így áprilisban, hát nem nagy változás, mert 5. helyett 6. tehát egy nap csúszással lesz egy másik darab, Sóska sült krumpli az a címe, és nagyszerű színészek jönnek helyette. Ez 3 futballbíróról szól, akik a mérkőzés előtt komikusabbnak komikusabb jelenetekbe kerülnek. Ez, ami teljesen változott, mert ugye előtte egy Boldogság című másik darab lett volna. És akkor nézzük kronológiában tovább. Februárban lesz majd az első, ez pontosan mikor és melyik előadás? Igen, hát az első az egy operett gála, farsangi operett gála, ami egy összeállítás, de ott is van némi változás, mert Oswald Marikának meg egy külföldi vendégszereplés jut közbe. Viszont helyette 2 kiváló operett énekes színészt hoztunk, a Kalocsai Zsuzsát és a Straub Dezsőt, ők jönnek, és ez most már nem sokára jön, február 23-án, ugye ez lesz a Tavaszi Színház egy bérlet első előadása. És akkor utána a második lesz, ami az maradt, a Koltai Robert főszereplésével az Én és a Kisöcsém, az is egy zenés vígjáték, és akkor a harmadikról már beszéltünk, ugye az lesz a Sóska és a sült krumpli, és a negyedik az pedig a helyi társulat, a Pásztor Anikó vezette társulatnak, a Kamilan társulatnak lesz egy műzikelje, a magyarok által, magyar szerzők által, Dés László meg a Geszti Péter által elkészített műzikel, az pedig a Dzsungel könyve, de ez hálásnak ez így is volt tervezve, tehát ez reméljük a Anikóik addigra létrehozzák ezt az alkotást is. Igen, neves színészek szoktak érkezni a Tavaszi Színház bérlet sorozat előadásaira. Mit tapasztaltok? Hogyan érzik magukat itt Kiskunhalason? Hála Istennek, csak jót. Mondhatjuk ezt, nem is találkoztunk olyannal, akinek olyan komolyabb panasza volt, még a régi időkben, amikor még a mozi felújítása előtt, akkor bizony egy kicsit az öltöző, mert a színpad az nem volt a modern, de ma már nagyon jókat mondanak. Hát ugye most volt itt a múlt héten az Amadinda együttes, ők is csak jóval mentek innen Halasról, tehát most már mondhatjuk azt, hogy tényleg Halasnak ezen a téren jó a hírneve. Akit érdekel bármely előadás, bővebb információért hova fordulhat még? Igen, hát bérleteket még árusítunk, és a jövő héttől már konkrét előadásra jegyeket is. Nálunk a Művöldési Központban, tehát a Sétáló utca 8-ban, vagy pedig telefonon a 422-350-es telefonszámon. Ott mindent elmondunk, akinek valamilyen kérdése vagy óhaja van. Nagyon szépen köszönöm. Annyit szeretnék én még tudni, hogy a kiskunhalasi előadásokat mennyire részesítik előnyben? Hát vannak sokan, akik ezt az előadást szeretik, mert ugye ennek az az előnye a többiek eszebe, hogy nem kell már délután 2-kor elkezdeni öltözni, és aztán elutaznak, hanem itt elég a 6 órakor gyorsan fölkapnak valami szép ruhát magukkal, és hétre már ott vannak a színházban, és már nézhetik is az előadást. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és elmondtad az információkat. Remélem, hogy minden előadást teltházzal fog majd lenni. Bízunk benne. Most pedig adásunk végén, ahogy már adásunk elején is kezdtük, a Virágzó Tehetségek Művészeti Egyesület tagjait fogják látni a pódiumon élőben. A zenészek Kollár Károly és Kolompár Zsolt, a táncosok pedig Kolompár Nikolett, Kolompár Éva, Kolompár Martin és Kéri Alexander. Én már megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra egy hét múlva. Yeah.
Na 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 na